Taika Waititi eléggé tököllődte magát. Képes volt sorozatosan egészen kiváló filmeket készíteni, olyanokat, amik zseni státuszba emelték, pedig igazából nem volt mögötte nagy titok. Egyszerűen csak baromira szerethető karaktereket mozgatott, baromira szerethető helyzetekben, a humora pedig rettentően okosan járta át a filmjeit, akkor is, ha néha átlépett vele minden határon. Waititi a hétköznapi vámpírokkal mutatta meg igazán, hogy miben a legjobb, hogy aztán emelje a tétet a vademberek hajszájával, majd megmutassa a Thor Ragnarökkel, hogy nem kell ám a Marvelnek mindig annyira komolyan vennie magát. Aztán a Jojo Newsy-val még azt is megmutatta, hogy komoly gyomrosokat is képes bevinni, amellett, hogy továbbra is igyekszik megnevettetni. De aztán történt valami. A rendezőről kiderült, hogy egyáltalán nem tévedhetetlen, a Thor folytatása kifejezetten pocsék volt, sorozata a zászlónk halált jelent is, csak néha-néha ér igazán jó partokra is, bár akadtak jó tévés pillanatai, nagyon ráfért már egy igazán jó mozifilm. És most itt a győztes gól, és hát nem ez az, de ne legyünk igazságtalanok, hiszen nem arról van szó, hogy rossz film lenne ez, csak Waititi-től várna többet az ember. Taika ezúttal fogott egy megtörtént sztorit, és azt alakította a képére, illetve azt töltötte fel néhány olyan geggel, ami általában rával, csak éppen egyáltalán nem követel semmit, ami a zsenialitás határát súrolná. De baj ez? Waititi ezúttal érezhetően nem is akart mást, mint egy szívhez szóló, vicces családi filmet adni a világnak, amire majd úgy emlékeznek, hogy ez az új jég veled, és tulajdonképpen pont ez is a problémája. Hogy ezt a filmet már láttad, ráadásul sokszor és nagyon hasonló formában. A győztes gól is megtörtént eseményeken alapul, itt is a világ egyik legrosszabb sportcsapata próbál a csúcsra törni, vagy legalább elérni bármit, ami eredménynek mondható, itt is furcsa figurákból áll össze a banda, és itt is nehéz esett az új edző, aki belép a képbe. A sztoriban szereplő edző egy bizonyos Thomas Rangen, akit azért száműznek amerikai Samoa csapatának kikupálására, mert teljesen kezelhetetlen dühkitörései miatt nem akarnak már vele dolgozni. Thomas elrepül, hogy aztán egy furcsa helyen furcsa szokásokat űző emberekkel találkozzon, akik persze szívvel és lélekkel élnek egy nagyon másfajta életet, mint amihez ő hozzászokott. Amerikai Samoa foci csapata azonban tényleg a legrosszabb a világon. Minden idők egyik legpocsékabb selejtező meccsén 31-0-ra kaptak ki, gólt pedig még soha az életben nem sikerült rúgniuk. Thomasnak egyetlen feladata van, addig kell gyúrnia a csapatot, amíg nem rúgnak mindössze egyetlen egy gólt, de már ez is annyira lehetetlennek tűnik, mint aranyat találni egy sarkvidéki mobil WC-ben. Ha esetleg bárki úgy gondolná, hogy tudja, mi fog történni a film szinte összes percében, akkor valóban nem kell túl nagy csoda ahhoz, hogy kitaláld, merre halad majd a sztori, mert itt bizony semmi más nem történik, mint amit már 100 000-szer láttál a hasonszörű sportfilmekben. Egy kis jég veled, egy kis Ted Lasso, egy kis bármilyen sportfilm a világon. Csak hát ez itt megtörtént, a filmnek pedig olyan ennivaló hangulata van, hogy igazából nem is film, hanem egy finom, puha takaró, ami betakargat a nagy hidegben. Waititi humora visszafogottabb, de remekül működik a győztes gólban, nincs is értelme polgárpukkasztásra számítani, mert attól most nagyon távol rúgja a labdát. Persze, aki nagyon akar, az úgyis polgárpukkad majd Jaya karakterétől, már csak attól is, mert nem írták ki a transportolót a történetből, de nekik viszonylag rossz ír, hogy ő is része volt az eredeti sztorinak, nem csak azért van itt, hogy utána Woke-ot kiálthasson, aki már hobbiból is szokott. Mindenki másnak viszont a győztes gól egy kedves családi mozi 18-as karikával, ami jól tud esni így az ünnepek környékén, hiszen semmit sem akar az embertől, csak hogy dőljön hátra, mosolyogjon és nézzen meg egy filmet, aminek nincs is tétje, ami olyan, mint egy gyenge, de finom koktél, és amiről már a felénél tudod, hogy gólt fog lőni, de lehet, hogy csak épp, hogy a kapufáról pattan majd be a labda, és alig gurul majd át a gólvonalon. Lehet, hogy milliószor láttad, mégsem lehet nem szeretni, mert Michael Fassbender is láthatóan marhára élvezte, hogy egy tőle teljesen szokatlan filmben játszhat, és bár kicsit olyan, mintha egyenesen streamre készült volna, azért csak összejön neki, hogy úgy érezd, mintha egy új jégveledet látnál. Waititinek viszont jól jönne már egy igazán emlékezetes film, mert erre a meccsre már akkor sem fogunk emlékezni pár hónapon belül, ha igazából tényleg belőtte azt a gólt. De hát végül is csak a pont számít, nem?